Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. Gyors témaváltás következik. Ugye miniszterelnök úr bejelentette, hogy kibővítik az ársapkás termékek körét a boltokban. De csak ennyit mondott. Ennyit. Mi meg megpróbáljuk kisakkozni, hogy mi lehet a következő lépés. Aki ebben segítségünkre lesz, Raskó György agrár közgazdász. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Először is foglaljuk össze, hogy ez az ársapkás történet az élelmiszerpiacon, ez bejött, nem jött be így gazdasági szemmel? Hát kérdés, hogy kinek mi volt vele a szándéka. Politikailag nagyon bejött, hiszen a választás előtti időszakban hozták erre a 8 termékre az ársapkát, vagyis az árbefogyasztást. Biztos, hogy a lakosság körében akkor ez komoly, pozitív érzeteket keltett, és utána pedig kiderült, hogy az ársapkás termékek magát, az inflációt semmiképpen nem tudták megakadályozni, hiszen Magyarországon az Európai Unión belül a legmagasabb élelmiszer árinfláció éppen Magyarországon volt. Tehát olyan országok, ahol semmiféle ilyen akciót kormány részéről nem vezettek be, jóval alacsonyabb inflációs ráták vannak, de ezt konkrétan is mondanám. Uniós átlagban most éppen elérte a 15%-ot a 27 ország élelmiszer áremelkedése, ez szeptember és egy évvel ezelőtti szeptember, tehát éves viszonylatban. Magyarországon pedig 35,2% volt ugyanebben az egy évben, ami azt jelzi, hogy makrogazdasági szinten teljesen értelmetlen volt az ársapka, politikailag viszont az is, amikor szükség volt rá, akkor az egy jó döntésnek bizonyít. No, de ez úgy hathat, hogyha most tesszük a csirkét és annak a farhát meg a mellrészét, ugye, ami sapkás, és valószínűleg veszteséget szenved el rajta a termelő, akkor valószínűleg a combot fogja 2500-ért adni, hogy valahol behozza ezt, és ez nyomhatja az árakat, ugye? Hát ugye a termelők azért veszíteni nem veszítettek, hiszen export lehetőség mindenkinek rendelkezésére állt, tehát gyakorlatilag, és ez szerencsére minden termék esetében igaz, hogy Magyarország egy nyitott gazdasággal rendelkező ország, bármikor tud eladni, bármikor tud venni, unión belül mindezt meg tudja tenni, vámmentesen és minden egyéb korlátozás nélkül, és hát azért a nagy termelőknek Magyarországon meglehetősen jó kapcsolata van az európai és az ázsiai piacokkal. Nem nevezném meg egyik legnagyobb magyar baromfi feldolgozó céget. Vezetője éppen a napokban mondta nekem, hogy nekik az ársapka, akár a csirkemell a leglényegesebb ebből a szempontból. Semmiféle üzleti veszteséget nem okozott, hiszen azt a minőséget, amit ők előállítanak, azt minden további nélkül Nyugat-Európába el tudták adni. No, akkor mi lehet a következő lépés? Mert ugye elhangzott, hogy elég magas, sőt Európában az egyik legmagasabb az élelmiszerinfláció mi nálunk. Hát lehet látni ilyen termékeket, amelyeknél ez így nagyon megugrott. Itt van például a vezértermék, a trapista sajt, az valami elképesztő mértékben drágult. De említhetnénk például a tojást is. Lehet, hogy ezekkel bővül az ársapkás termékeknek a köre? A trapista sajt az nagyon érdekes, hiszen a magyar trapista a legdrágább lett Európában. Franciaországból, Hollandiából minden további nélkül jóval alacsonyabb áron lehet importálni trapistát. Néhány nagy nemzetközi lánc most ezt teszi, és az a trapista az messze olcsóbb, mint ami a hazai előállítású. Ennek az az oka, hogy a kormány a 2,8-as tejre írta elő az árbefogyasztást, és a
magyar lakosság nagy része talán egészségügyi megfontolásból a másfeles zsírtartalmú tejet vásárolta. Ebből volt nagy forgalom, viszont miután a szabadáras maradt, jóval drágább lett, mint az egyébként sokkal jobb minőségű 2,8-as zsírtartalmú tej. Ezért aztán a termelőknek, feldolgozóknak a másfeles helyet 2,8-as kellett szállítani, így ami a sajtgyártásra szükséges, és Magyarországon döntően trappista sajtot állítanak elő, egyszerűen hiányzott a zsír, és máshonnét kellett beszerezni, ami aztán a termelőségeket megemelte. Akkor lehet, hogy ez is bekerül, meg a tojásnál is ugye lehetett látni, hogy elképesztő mértékű. Tehát úgy tűnik, mintha a kormány az ilyen alapvető élelmiszereknek az áremelkedését próbálná kordában tartani. Igen, de nem jó módszerrel teszi, az egészen biztos. Ugyanis a tojásnál tudni kell, hogy Magyarország nettó importőr tojásból, tehát jelentős behozatalra szorulunk. Kérdezem én, hogy ki lesz az a külföldi szállító, aki Magyarországra ezután tojást fog szállítani. Hát ezt már megfigyelhetük a benzinás sapkánál, hogy hirtelen elugrott az összes beszállító, ugye, mert nem fognak veszteségesen itt kereskedni. Hát itt is ez fog történni, nem fognak Magyarországra tojást. Hát de akkor pedig hiány lesz, és akkor pedig, ha magyar termelők sem emelhetik az áraikat, pedig hiány van, és nő a kereslet, akkor hát meggondolják ők is majd, hogy... Az elvileg még drágább tojást eredményezne a hazai piacon. Az ársapkát úgy játsszák ki, ahogy csak akarják, de maradjunk annyiban, hogy a tojás kicsit hasonlít a benzin és a dízel, tehát a gázolajra. Nagyon nehéz helyettesíthető terméket találni, ezért a tojás esetében biztos, hogy a hiány pillanatok alatt megjelenik majd. Maga a fogyasztó nem örülhet ezeknek az ársapkáknak, hiszen valamivel mégiscsak olcsóbb a bevásárlás, vagy ez csak ilyen szépségflastrom, mert hogy a többi terméknek az ára meg annyira megnő, hogy érzékelhetetlen az ársapkás termékeken megspórolt pénz? Hát ugye a magyar fogyasztó élelmiszerből legalább 6-700 féle cikket vásárol. A boltokban is akkor még nem is nagyon változatos a fogyasztása. Most azon belül a 8 termékről, vagy az ott keletkezett veszteséget láthatóan minden kiskereskedelmi lánc, amennyire csak tudta, ráterhelte egyéb termékekre, és nem biztos, hogy élelmiszerre, hanem esetleg a fogkrémbe, vagy a mosóporra. Lényeg az, hogy a veszesége szét lett terítve, és ott az áremelést eredményezett, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy olcsóban vette a sertéscombot, de jóval drágábban vette. Például, hogy megint konkrétumot mondjak, a sertés tarja és más húsrészek pedig olyan mértékben megdrágultak, teljesen irracionális ár viszonyok alakultak ki, csak például a sertés esetében. Ezt a tojással nem lehet megtenni, semmiatt hogy ott ilyen variációs lehetőség nincs. A tojásnál biztos, hogy hiány fog kialakulni rövid időn belül, hiszen termelők megtehetik ugyanazt, amit eddig is a nagy termelők megtettek, eladják exportra a tojást, hogyha ez a árbefagyasztás a tojás esetében olyan szinten történne, ami nekik egyértelműen veszteséges termelést eredményezni. A kereskedők is megszólaltak, legalábbis az egyik nagy szereplő, a Spárnak a vezetője adott egy interjút, bejárta a magyar sajtót, hogy hát igazából a hatósági ár csak a kiskereskedelmet folytja le. Több mint 8 hónapja tartanak az árstopok, Helyszler Gabriella szerint még mindig veszteségek vannak a hatósági áras terméken, ezért nem csak náluk, de más piaci szereplőknél is mennyiségi korlátozások vannak érvényben, gondolom azért, hogy a veszteségeiket csökkentsék. Mit biztos olvasta ezt a nyilatkozatot,
mit szól hozzá? Amit Heisler Gabriella mondott, az bizony igaz, de arról már nem beszélt, hogy az árstopp ezekre az alapvető élelmiszer termékekre egy óriási piaci előnyt hozott a multinacionális kiskereskedelmi láncoknak, és azt a veszteséget, amit egyes termékeken elszenvedtek, azért legyünk őszinték, más termékeken simán visszanyerték, hiszen nem akarom megnevezni, diszkontláncok térhódítása a magyar élelmiszerkereskedelemben, vagy általában a kiskereskedelemben óriási mértékű ebben az évben. Ők kifejezetten profitáltak ebből az intézkedésből, hiszen olyan független boltok, ahol néhány száz termék van, ott nem volt lehetséges átterhelni a veszteséget, ami az árbefogyasztással sújtott termékeken elszenvedtek. Ezért nagyon sok független bolt, kisbolt bezárt. Gondolta, hogy átmenetileg, de valószínűleg véglegesen. Ez az átrendeződés, amit a kormány intézkedése úgymond kifejezetten stimulált, ez a legújabb statisztikai adatok szerint egészen elképesztő. Mindhárom diszkontlánc óriásit hasított magyar piacból, nőtt a piaci részesedése, miközben hagyományos más nagy láncok és beleértve a Spárt is a piaci részesedésüket nem tudták tartani, tehát akár a Tesco-ról, akár a Spárról beszélünk, ott bizony pozíció csökkenés van, ami hát nekik nyilvánvaló fáj, de mint mondom, akár a Lidl, vagy az Aldi, vagy a Penny. Ők meg nagyot nyertek. Igen. Jó, nagyon szépen hát köszönjük. Köszönjük szépen, hogy árnyaltuk a képet. Dátum még nincs, konkrét termékkör még nincs, de valószínűleg hamarosan meglépi a kormány az újabb ársat. Egy záró mondat még, egy rossz hír sajnos, de a újra az a fél éve tartó trend, a világpiaci élelmiszerárak, nyersanyagárak csökkentek, most megállt, és sőt, megfordult, elképesztő mértékű búza áremelkedés van a világpiacon, és a kukorica ezt követi, tehát nem lehet számítani arra, hogy konszolidálódjon a következő hónapokban. Ez most rövid távon az elmúlt az orosz események kapcsán? Igen, megugrasztotta, aha. És hát amíg nem lesz az egyesség, addig elképesztő mértékű drágulás figyelünk meg, nap mint nap drágulnak a jegyzések. Hű, vészjósló. Abszolút, de köszönjük az információt. Szépen. Szép napot, jó munkát kívánunk. Minden jót, visszalás. Raskó György agrár közgazdásszal tapogatóztunk, próbáltuk kitalálni azt a következő termékkört, vagy termékköröket, ahol az ársapka bejöhet, és hát nagyon szép képet kaptunk. Információban gazdag volt a beszélgetés arról, hogy hogyan is hat az ársapka, és hogyan is... Ez annyira tanulságos, ez a trapista történet. Ez nagyon, ez abszolút. Ez egy... Hogy ugye másfél százalék, igen. Vagy hogy ugye csak azért, hogy melyik fajta tej kerül be az ársapkába, hogy tovább gyűrűzik ez egy egész ágazaton. Teljesen racionális gazdasági döntések mentén. Ugye, pontosan. Tejipar reagált erre a helyzetre elég jól. Nos, ismét hírek, Czoller Andival, aztán jövünk vissza és folytatjuk a Millás reggelit. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mi az IT? Információ